A Laborfalvi Róza utcában régi problémára találtak megoldást. Megkönnyíti az itt lakó autósok életét, hogy parkolóhelyeket festettek le a körzet képviselője Ozsvát Kálmán kezdeményezésére. Sok-sok autó és az eddig határozatlan számú parkolóhely jelentette a legnagyobb problémát a környéken. Sajnálatos módon az önkormányzatnak van egy több éves vagy akár több évtizedes tartozása is itt a helyi lakosság irányába, hiszen itt, ahol most vagyunk, a Szigeti utca, illetve a Laborfalvi utca közelében lévő parkolónál, sajnos nem voltak fölfestve a parkolási lehetőség, a parkolósávok, és egyébként ez tényleg óriási problémát jelentett itt a helyi lakosság számára, hiszen mindannyiunk tudja, azt tapasztalja azt nap, mint nap, akár benne a belvárosban, akár itt Újpesten, hogyha az autósok úgy állnak be, hogy másfél vagy akár két autó helyet is foglalnak el, akkor az bizony, hogyha az este az emberek haza szeretnének jönni, és a lakásukhoz közel szeretnének megállni, akkor sajnos ez lehetetlen. Újpest önkormányzata felkarolta ezt a problémát, és jelenleg a parkoló sávozása zajlik. Egy régi igényt teljesít az önkormányzat, a környéken lakók több alkalommal is az önkormányzathoz fordultak, leginkább Ozsvát Kálmán képviselőn keresztül, hogy a környéken rendeződjön a parkolók sorsa, kerüljenek felfestésre a parkolók annak érdekében, hogy szabályozott, rendezett legyen a parkolás, és minél több gépkocsi férjen el az adott helyen. Ozsvát képviselő régóta képvisel ezt az igényt, és most sikerrel járt az önkormányzat, meghallgatva a környéken élők igényeit, most felfesti a környékbeli parkolókat, és reméljük, hogy ezáltal a környéken lakók még rendezett körülmények között tudnak parkolni, és még több embernek jut parkolóhely.